Hát tudod, milyen könnyen belemegy, tehát nagyon jól érződik a cukkininek a kellemes íze, tehát valóban nincs összekeverve más anyaggal, más zöldséggel, és teljesen érződik ez az eredeti cukkini íz. Nagyon finom. Halló, halló, köszöntelek a csatornán. Kihasználva ezt a bőti időszakot, most megmutatom azt, hogy egyébként nem bőti időszakban is, hogy hogyan szoktam használni a bambuszgőzölőt. Már a vizet feltettem, tehát mondjuk így félig van ez a lábas vízzel, és fogok cukkinit, de ezt most nem igazán nagy szeletelés kell hozzá, egy olyan, hát szóval ilyen vastagságúakra felszeletelem. Ez nem tart sokáig, és ehhez még én is értek, bár ugye mondtam már, hogy nem igazán akarok benneteket mutatni a szeletelési témaságaimmal. Igen, és akkor meg fogok hozzá üvegtésztát használni, egy felet, nem egy egész csomaggal. Amit még készítek majd hozzá salátaként, rukkol, a saláta le lesz retekkel, és egy kicsi rizssel. Úgyhogy ezt fogom mindjárt készíteni. A cukkinit megsózom, enyhén, nem nagyon, így. Oké, és akkor felőre végül is felteszem a rizstésztát, és akkor alulra pedig belefogom, ide beleteszem szépen a sorba egymás mellé, valószínűleg látszik, egymás mellé, vagy egymás tetejére is, mert azért ez nagyon-nagyon kemény hőmérséklet, illetve hát nem kemény, hanem nagyon meleg, és még akkor a tészta mellé is teszek egy pár cukrit, a maradékot, így, és akkor ezt így a tetejére teszem, összezárom, vigyázva arra, hogy egyformán illeszkedjenek, és letakarom. Így, és hát majd közben ellenőrzöm, szerintem egy olyan 15 perc elég lesz neki. Tehát akkor egy jó marék rukkolát használok. Most ez egy személyre készül, úgyhogy, és akkor a piros retket, vagy a, igen, piros retket, azt meg egy nagyon vékonyra felszeleteltem. Így gyönyörűen. És mivel hogy én a salátákat nem szoktam nagyon előre ezeket a dressingeket elkészíteni, mivel hogy itt sokkal gyorsabb, és hát ugyanúgy összekeveredik, olívaolaj, pici, így. Cukrot nem használok, steviát, pár cseppet. Oké. És mi hiányzik? Nem hiányzik semmi, csak össze kell keverni. Gyors. Semmi nem hiányzik, azt hittem, hogy valami hiányzik, de nem. Így, tehát ezt fogom majd a... Ez a rukkola, ez egy rendkívül egészséges és nagyon jó segítsége az anyagcserének, és úgy általánosságban, olvassatok utána a Google-be. Én mondjuk imádom, amúgy is, tehát akkor azt mondja, benne van a só, a cukor, megvan, csak hiányzik valami, hát mondtam, hogy hiányzik valami, hát miért nem szóltok? Hát egy nagyon picike almaecet, de bármilyen ecettel mehet. Most az almaecetet azért használok, mert ugye az is segíti a méregtelenítést, és nagyon jót tesz az emésztésnek. Úgyhogy megvan. Igen, mindjárt jövök. Csit! Amikor már a cukkini megpuhult, akkor a tésztát, az üvegtésztát ide beledobom ebbe a maradék lébe, és itt akkor felszedi ezt a nedvességet, és akkor ezáltal a tészta készen van, és akkor jöhet a tálalás, végül is készen vagyunk.
Hát azért ez az ázsiai tészta dolog, ez azért nem hozzánk tartozik annyira, vagy nem annyira jellemző ránk, de ide kirakom szépen, és akkor a cukkinit is ide félrehozom, hogy ne gőzölögjön, és akkor a cukkiniket is ide kipakolom. Így, de jó illata van. Nem kell agyon gőzölni, elég, hogyha bele tud menni ez a pálcika, vagy egy villa, mindegy, hogy villa vagy pálcika. Most csak egy picit, ugye, hát ez nem egy európai dolog, ez a gőzölés. Tehát, így. És így gyönyörűen, és akkor mutatom közelről. Ezzel a videóval csak azt szerettem volna szemléltetni, hogy miként lehet iszonyatosan jól lakni, úgy, hogy közben nem hízunk, és közben böjtölünk egy kis petrezselymet, szórtam rá díszítésképpen, és hát igazából az ízhatása miatt is. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Működik a recept, ez biztos. Magamon észrem, érzem. Csak olyan anyagok vannak benne, ami egészséges, illetve nagyon jót tesz a májnak. Hát tudod, milyen könnyen belemegy? Tehát nagyon jól érződik a cukkininek a kellemes íze, tehát valóban nincs összekeverve más anyaggal, más zöldséggel, és teljesen érződik ez az eredeti cukkini íz. Nagyon finom.